kaponyiról szóló mai előadásunkat, a többiek, akik csatlakoznak, majd később megnézzük őket a beszélgetésbe. Hakuin egy nagyon fontos alakja a zen buddhizmusnak, a japán zen buddhizmusnak. Azért is szerettem volna, hogy szó essen róla ezen a négy alkalom alatt, mert ő volt az, aki egy teljesen új, friss életet adott a zen buddhizmusnak, és tulajdonképpen nem csupán felélesztette és újraértelmezte a Rinzai tradíciót, de képes volt a tanításaival mindenkihez szólni, minden japánhoz. Értsétek ezt úgy, hogy tulajdonképpen nem foglalkozott azzal, hogy valaki buddhista, taoista, konfuciánus vagy sintó követő, mindenkivel egyformán foglalkozott, mindenkihez egyformán képes volt szólni. És ez a nagysága abban is megmutatkozott, hogy élete folyamán rendkívül sok személlyel levelezett, és ezek között a személyek között nem csak buddhisták voltak, hanem nagyon sok esetben egyszerű emberek, nemesektől kezdve a szamurájokon át tulajdonképpen bárkivel szót váltott, és a tanításai így mindenkihez és nagyon-nagyon széles körben eljutottak. Tulajdonképpen a nemesektől kezdve a szamurájokon át a kézművesekhez, fő parasztokhoz, mindenkihez igyekezett szólni. Ebből kifolyólag elmondhatjuk azt, hogy tanításaiban nem csak azok a fajta hagyományos tanítások voltak jelen, amelyeket megszoktunk, vagy megszokunk a mai napig is a zen mesterektől, hanem például a kokáért népdalokhoz írt szövegeket, tehát megvolt a népdal alap, és új szöveget írt egy a népdalokhoz, hogy így is még inkább eljusson az egyszerűbb rétegekhez is. Alapvetően szigorú és nagyon mélyreható gyakorlást végzett ő saját maga is az életében, és a tanítványaival is nagyon szigorú körülmények között élt. Nem volt túl gazdag a Shōinji, ahol ő gyakorolt, és ahol ő először ő is ott kezdte el a gyakorlását, majd pedig oda tért vissza Harába, a szülővárosát, vagy szülőfalujába. De ennek ellenére nagyon sokan látogattak el hozzá. Tanításai rengeteg szimpátiát, rengeteg humort, kedvességet és bátorítást tartalmazott mindenki számára, csak kizárólag egyetlen egy rétegnek tartotta fönn csípős humorát, az pedig azok az emberek voltak, akiket úgy tartott, hogy a helytelen zent vagy téves zent tanítják. Erre majd később visszatérek, hogy mire is gondolt ez alatt. A Hakuinnak az írásai mellett rengeteg kaligráfiája és festménye is fennmaradt, ami viszont az életének tulajdonképpen az utolsó szakaszából, a 60 éves korától kezdve készült alkotásaira vonatkozik, a korábbi alkotásai sajnos elégette, így nem maradtak fent. A számtalan írásában, mint említettem, ilyen könnyed kis irodalmi művek is vannak, de természetesen komplex zen kommentárok, szútrákhoz, koanokhoz ugyanúgy megtalálható benne, illetve rengeteg a levelezés és hát ilyen napló jellegű jegyzet maradt fent tőle. Így aztán az életét tulajdonképpen úgy tudjuk rekonstruálni, ahogy ő elmesélte, igaz, sokféleképpen mesélte el, az ügyes módszert alkalmazva, ahogy Buddha is tanított, mindenkinek azt tanítva, ahogyan meg tudja érteni a tanításokat. És ugye, mivel rengeteg festményt és kaligráfiát készített, így azt mondhatjuk, hogy nem csak magát a Rinzai zen tradíciót, hanem magát a zen festészetet és kaligráfiát is új élettel töltötte meg. Nem csak hagyományos témákkal, mint Daruma és Hotei például foglalkozott, hanem teljesen egyedi, a saját tanításait felmutató vagy megmutató képeket is készített, nem a körülötte lévő világra reflektáló képeket készített, sőt, rengeteg alkotása a japán mondavilágból táplálkozik. És habár nem jellemző a legtöbb vallásra az, hogy a humorral appellálna,
A zenben ez rendkívül erőteljesen megjelenik, a zenhez kimondottan társul a humor. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a későbbiekben a koan témáról majd beszélek még, és a koanok is maguk is egy ilyen, mondjuk úgy a tudat feltörésére szolgáló paradox történetek, amelyek egy kicsit úgy működnek, mint amikor a logikát feltöri a vicc, a szójáték vagy a komédiázás, amikor a tudattól azt várjuk el, vagy azt várja el maga ez a helyzet, hogy egy teljesen friss nézőpontra helyezkedjen. És mi elmondhatjuk azt, hogy rengeteg zenmester játszott a humorral, és élt a humornak az erejével, talán senki nem volt annyira teljes és tökéletes ezen a területen, mint maga Hakuin, ami humor nyilván a tanításaiban, a hétköznapokban is megjelent, hiszen látjuk a képein olyan képeket, olyan festményeken, amelyek ilyen megdöbbentő emberállat átalakulásokat, vagy ilyen állatfejjel ábrázolt embert, a szándékos paradoxonokat, paródiákat jelenítenek meg, és mivel több ezer műve maradt fent, így mind a világiak számára, mind a zenkövetők számára a mai napig elérhető és látható az ő művészete. Hakuin egyébként 1686. januárjában született Hara falujában. Hara faluja az akkoriban talán Japán egyik leghíresebb útvonalán, a Tokajdon útvonalon fekszik. Ez az útvonal az, ami az akkori új fővárost, a mai Tokiót, az akkori Edót, illetve a régi fővárost Kiotót kötötte össze, és ebben a faluban ötödik gyermekként és egyben utolsó gyermekként látta meg a napvilágot. Édesanyja volt az, aki mélyen hívő buddhista volt, és tulajdonképpen ő volt az is, aki a 7-8 éves Hakuint egy alkalommal magával vitte egy tanításra az egyik harai kolostorba. A tanítást egy Nichigon Shonin nevű nagyon híres ilyen Nichiren buddhista vándorszerzetes tartotta. És ez a szerzetes arról volt híres, hogy rendkívüli erejű előadásokat tart. Ez alkalommal a 8 tűzforró pokolban szenvedőkről beszélt, és rendkívül nagy részletességgel precízen elmesélte, hogy tulajdonképpen a 8 tűzforró pokolokban milyen szörnyű kínokat kell átélni az ott szenvedőknek. Természetesen a hatalmas hallgatóságból nem volt talán egyetlen egy ember se, akinek nereszkedett volna a térde az előadás végére, nem különben a kis Hakuinnak, aki aznap éjjel egyáltalán nem tudta lehújni álomra a szemét, hiába volt mellette az édesanyja, zokogott, teljesen kétségbe volt esve. Később beszámol egy Nichiren szerzetesnőnek levelében, hogy úgy érezte, hogy az ő piciny, rövid kis élete biztos, hogy semmi esélyt nem ad arra, hogy ő elkerülhesse a poklokat. Másnap, amikor felkelt, másnap, amikor megvirradt, és az édesanyja a szokásos reggeli fürdőt készítette, mivel az édesanyja rendkívül forrón szerette a vizet, a kis Hakuin nem mert belemenni a vízbe, mert az is az felidézte benne a poklok szörnyű kínjait, és ebben a teljes kétségbeesésben az édesanyja csak annyit mondott neki, hogy majd ő segít és elmondja, mit kell tegyen. Végül aztán csak annyit mondott neki, hogy a Kitenho Szenté istenségéhez kell imádkozni a nap mint nap, ami a kis Hakuint egyáltalán nem nyugtatta meg. Végül is az volt, ami a számára egy ilyen megnyugvás volt ebből, vagy legalábbis megnyugvást jelentett egy kicsikét, hogy a falujukba érkezett egy bábtársaság, és egy olyan történetet meséltek el a bábok segítségével, amelyben egy Tokimuna nevű uraság kérdőre vonja a híres Nishin Shonin nevű Nichiren szerzetest. Ő egyébként valóban a 15. században egy élt híres szerzetes, és azt kérdezi tőle a Tokimuna uraság, hogy az a személy, aki
aki a Lotus Sutra tanításait mélyen gyakorolja, az meg tud-e menekülni a lángoló tűz forróságától. És Nishin azt válaszolja, hogy igen. Ezért, hogy próbára tegyék, felforrósítanak ekevasat, amit a karjára raknak, és felforrósítanak egy izzásig forrósítanak egy üstöt, amit meg a fejére húznak, és a történet szerint Nishin teljesen rezzenéstelenül tűri ezeket a megpróbáltatásokat, sőt, még egy mosoly is elhagyja az arcát. A történet olyan hatalmas erővel hatott a nézőközönségre, hogy mindannyian recitálni kezdték a Namu Myoho Rengekyót, a Lotus Sutra tiszteletének recitációját, és a kis Hakuin is úgy érezte, hogy van kiút, hogyha ő is olyan mély gyakorlóvá válik, mint Nishin, akkor lehetséges, hogy megszabaduljon a poklottól, és innentől kezdve tulajdonképpen ő kijelenti, hogy ő szerzetes akar lenni. A szülei ezt nem támogatják még kezdetben, egészen 13-14 éves koráig, amikor is a történetek szerint a fiatal Hakuin felmegy a közeli hegy tetejére, és ott meditál, akkor már úgy érzik a szülei, hogy ez már komoly, nem csupán gyermeki ábrándozás, így engedélyezik számára, hogy szerzetessé váljon, és tulajdonképpen Hakuin története így kezdődik el, a szerzetesi útja, vagy a pályája. Zen gyakorlóvá válik, és rengeteg kolostort meglátogat, és rengeteg mesternél jár egészen a 30-as évei elejéig. Amik fontosabb pontok, hogy először is itt még Harában, ugye említettem a Shōinji nevét, ez egy viszonylag kis kolostor, ő itt kezd el gyakorolni, és itt is kapja meg az Ekaku nevet. Így lesz Hakuin Ekaku, ugye a teljes neve, ahogy őt ismerjük. És innen fog aztán elindulni Japán szerte, hogy megkeresse azt a zen mestert, aki tud neki segíteni. Ugyanis a poklottól való rettegése nem múlik el. És mondhatjuk azt, hogy a gyakorlásában való elmélyülése úgy tűnik, hogy kiutat mutat ebből a rettegésből, azonban 19 éves korában a Shimizu-ban található Zenszōji-ben hall egy történetet, amely történet arról szól, hogy volt Kínában a 9. században egy Gantō Zenkatsu nevű híres mester, akit banditák támadtak meg, és ki is oltották az életét. És a történet szerint halála pillanatában egy ilyen sikollyal hagyta el a torkát, ami Hakuin teljesen megingatta. Mert azt gondolta, hogy ha egy ekkora mester ilyen szörnyűséges körülmények között halhat meg, akkor mi lesz vele, aki egy kis senki szerzetes, épp hogy csak egy gyakorló. Így aztán nem tudott mit csinálni, nem tudta, mit évő legyen, a hite is kezdett meginogni a zen buddhizmusban, és úgy egyáltalán a buddhizmusban és a gyakorlásban. Így aztán erre az időszakra tehető, hogy sokkal inkább kezd el a költészet, az irodalom, illetve a kaligráfia gyakorlása felé fordulni. Ugyanis jellemzően ebben az időszakban egy zen szerzetes az nem pusztán úgymond buddhista vagy zen tanulmányokat folytatott, hanem ugyanúgy folytatott konfuciánus tanulmányokat is, így tulajdonképpen nem volt ez olyan hatalmas, mondjuk úgy fordulat, hogy ebbe az irányba indult el Hakuin, gyakorlatilag költőnek készülve, viszont az, hogy a súlypontot erre helyezte át 19 évesen, az mindenképpen annak tudható be, hogy a hite megingott, viszont mégsem hagyta abba a gyakorlást. A gyakorlás mindig folyamatosan ott maradt a számára, annyira, hogy 20 évesen több szerzetes társával elhatározta, hogy megkeresi azt a mestert, aki tud neki segíteni. Így jutott el Hinóba, az Uiunji-be. És ez a kis kolostor azért érdekes az ő életében, mert éveken keresztül tulajdonképpen az Uiunji-be lakik, mondhatjuk így, és innen vándorol, és hallgat meg előadásokat.
és itt tanul a Bao Szócsikú nevű nagyon szigorú mester alatt, és gyakorol. Viszont ugye minden szerzetes támogatásokból él, és ekkor meg, ilyen 22-23 éves lehet, amikor meghallja, hogy Matsuyamában van egy kis kolostor, ahol a környékben élők nagyon erőteljesen támogatják az ott élőket, így úgy dönt, hogy oda megy. És az ottani egyik szamurájnak az otthonába látja meg Ungo Kyo nevű nagyon híres kaligráfus mester, más történet szerint Daigu Szócsikú kaligráfus mester egy kaligráfiáját a falon, és amikor ezt meglátja, az a kaligráfiának az egyszerűsége az annyira mély benyomást tesz rá, hogy ráébred, hogy tulajdonképpen nem a technikai tudás, vagy nem ami technikailag elsajátítható, az lesz az ereje igazából a kaligráfiának, hanem a kaligráfián átsüt az írójának a belső karaktere, és ez az, ami átfénylik, ez az, amit egyébként Bokkinak, a tus erejének neveznek a kaligráfiában, és ez annyira mély benyomást tesz rá, hogy amikor visszatér a kolostorba, akkor fogja az összes elkészített művét, minden írását, és elégeti. Ezért van az, hogy tulajdonképpen csak a későbbi korszakából ismerjük az ő műveit, és ez az egész helyzet az, ami aztán tulajdonképpen őt elindítja a mélyebb gyakorlásban, és saját beszámolója szerint nagyjából olyan 24 éves kora környékén kezdődik ez el, hogy a vándorlásai során kisebb-nagyobb megvilágosodás élményeket kezd átélni. Az első megvilágosodását azt a Mukoanon való, mondjuk úgy, meditációhoz köti. A Mukoan az a Mumonkán, említettem ezt a koan gyűjteményt az első alkalommal már, a Mumonkánnak a Nincs kapu koan gyűjteménynek az első koanja, ez az egyik leghíresebb koan, később majd még beszélek róla. A Mukoan úgy hangzik, hogy egy szerzetes megkérdezte Joshu, van-e a kutyának buddha természete? Mire Joshu válaszolt, mu. Ezt a mu-t nem nagyon szoktuk lefordítani, egyébként nem, tehát egy tagadás a jelentése. Ezen a koanon meditált Hakuin, és úgy számol be, hogy nem aludt se éjjel, se nappal, megfeledkezett az étkezésről is, és a pihenésről is, mindenről, és hirtelen úgy érezte, mintha egy hatalmas jégmezőbe lenne befagyva. Olyan nagy jégpáncélba, ami több kilométer hosszan terül el, és ez a tisztaság őt teljesen átjárta, viszont közben nem is tudott előre se, hátra, sem erre se mozdulni. És ekkor meghallotta a templom harangját, a kolostor harangját, és hirtelen átalakult. Olyan érzés volt, mintha a jég így szétrobbant volna körülötte, így összezúzták volna, és egy teljesen tiszta pillanatban minden kétsége, vagy ebben a teljesen tiszta pillanatban minden kétsége eltűnt, és felkiáltott, hogy csodálatos dolog, csodálatos. És aztán beszámol arról is, hogy átéli ezt az élményt, és ez rendkívül büszkévé és arrogánssá tette őt, és úgy gondolta, hogy ő elérte a végső megszabadulást, mindent a végső megértést, és ebben a hitben vándorolt tovább, amikor is a Shōjuanba, Shinano tartományba találkozik Daiko Ertan nevű, a Daiko Ertan nevű mesterrel, és nyilván a mester azonnal látja a Hakuin egyrészt megvilágosodás élményét, másrészt azt is, ahogy ebben az új megvilágosodott, hát hogy is mondjam, egójában fürdőzik, és neki szegezi a kérdést, hogy hát akkor mi a helyzet a kutyával és a buddha természettel. Hakuin erre azt válaszolja, hogy sem kéz, sem láb nem érintheti. Ekkor előre hajolt a mester, megfogta Hakuin orrát, és olyan erővel nyomta meg, hogy a könnye is kicsordult, és megkérdezte, na, hogy tetszik ez a jó kis érintés? Ez teljesen összezavarta Hakuin, és kétségbe esett, viszont Daikyo Ertan nem csak, hogy
hogy szétszúzta úgymond az első megvilágosodás élményétől saját magát átható büszkeséget, hanem mindemellett elkezdte segíteni is a gyakorlását, újabb koanokat adott neki feladatként, és nem hagyta, hogy lankadjon a gyakorlása, és tulajdonképpen egy olyan fajta erőteljes gyakorláshoz segítette hozzá, amelyben újabb és újabb megvilágosodás élményeket élhetett át a Hakuin. És az újabb megvilágosodás élmény után is folyamatosan sürgette Daikyuetan, hogy gyakoroljon tovább. Nagyon-nagyon hálás volt, sokszor említi Hakuin egyébként a Daikyuetan nevét, és a szigorúságát, és a tanításait is, nagyon hálás volt neki ezért az időszakért, amit nála töltött. Ami viszont ezzel egy időben történik Hakuinnal, és ez egy nagyon érdekes, és aztán később nagyon nagy erővel hat az ő gyakorlására is, illetve ezt továbbadja a Rinzai hagyományban is, hogy kialakul nála egy úgynevezett zen-diónak hívja a japán zen betegségnek, vagy meditációs betegségnek, és saját maga ezt a betegséget ő úgy írta le, hogy egy természetellenes forróság öntötte el a mellkasát, a szívét, és ez a lázas állapot átterjedt a tüdejére is, és észre se vette, és egy ilyen szívbetegség alakult ki nála. Próbáltak neki segíteni, de sem a gyógynövények, sem akupunktúra, sem moxa nem segített semmi, és igazából ebben az időszakban ezt a betegséget mind a szerzetesek, mind az orvosok úgy tartották, hogy gyógyíthatatlan. És pihenést javasoltak neki, ő viszont ez időben Daikyuetan beteg volt, és szerette volna a mesterét ápolni. Így aztán egész addig, ameddig nem érkezett a Shōjuanba egy másik szerzetes, aki vállalta a mester felügyeletét, illetve segítését, addig ő ápolta. Amikor aztán úgymond felszabadult ez alól a feladat alól, akkor elindult, hogy valami gyógyírt találjon. A későbbiekben azt írják egyébként erről a zen betegségről, hogy ez egyfajta ilyen súlyos tüdőbetegség, és a túlzott meditációtól, illetve a túlzott passzivitástól alakul ki. Ezt nyilván nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mi is ez, vagy mire utalnak az írások. Minden esetre Hakuin, miközben vándorol és gyógyírt próbál találni a betegségére, hall egy remetéről, Hakuyuról, akiről úgy tartják, hogy segíteni tud neki. El is megy Hakuyuhoz, aki rögtön felismeri a problémát. Hakuyu egyébként Kyoto környékén, az ottani hegyekben, a hegyek mélyén élt, és tulajdonképpen egy ilyen kínai orvoslást ismerő remete volt, és azt mondta Hakuinnak, hogy a mértéktelen gyakorlása az tulajdonképpen, és a túlzottan szigorú aszkézise az, ami felborította a szervezetének a harmóniáját, az egységét, a tulajdonképpen a szerkezetét. És azt ajánlja neki, hogy az eddigi túlzott meditációval szembe egy másfajta meditációt gyakoroljon, és ez tulajdonképpen a Naikan-nak egy ilyen befelé forduló meditációnak a gyakorlását jelentette. Ezt úgy írta le, úgy írja le Hakuin, hogy Hakuyo úgy tanította, hogy az igazán mondjuk úgy jellemes ember az nem a torkából, nem föntről lélegzik, hanem a köldöke alól, az alsó testéből.
Tehát a szívnek az energiáit, illetve hát a tüdőnek az energiáját, a tüdő mint fém folyadék jelenik meg ebben a kínai orvoslásban, a tüdőből jövő vér. És hogy ugye, hogyha nincsen az alsó testben az energia, akkor felforrósodik nagyon a felső test, és ez felborítja a testnek az egyensúlyát. Az alsó testben található, ezzel a kínai orvoslás szavaival élve, az elixír mező, ez tulajdonképpen ez a, amiről itt beszélnek, azt manapság úgy szoktuk értelmezni, illetve úgy magyarázzuk, hogy hogy ugye ez a ki, vagy a kínaiban a csi, ez az életerő, vagy ez az életenergia, ez a test közepében lévő energiaközpontba, a tandembe, ami így a köldök alatt két ujjnyival található a test belsejében, itt ide kell csoportosítani tulajdonképpen a kit, az életerőt. És ezt a fajta meditációt tanítja meg tulajdonképpen Hakuinnak, és úgy magyarázza, hogy akkor lesz ideális a gyakorlás, hogyha azt érzi, hogy az alsó test az melegen van tartva, és a felső test pedig hűvösben. Tehát az energiák lent vannak az alsó testben, és a talpon keresztül is érződik ez az egész. A másik meditáció, amit tanít neki, az a Nansonoho, az a puha gi, vagy mondjuk úgy puha tisztított maj meditáció, ami tulajdonképpen egy vizualizáció, amelynek során egy luttojás méretű vajat képzeljen el a feje tetejére, amit a hő megolvaszt, és mind a testének külsejét, mind belsejét tulajdonképpen átpucolja, ahogy lefolyik az olvasztott vaj a testén. Ez azért érdekes, mert egyébként a mai napig az a fajta légzés technika, amiről itt beszél Hakuyu, illetve amit aztán Hakuin maga is továbbad, és igazából ezt részletesen leírja, ezt a találkozást és ezt az egész módszert a Yasen Kanna című művében, az a mai napig a Suszokan légzésben felfedezhető ez a módszer. Nos, 3 év alatt egyébként meggyógyult Hakuin, és tovább vándorol. Valójában egészen 1716-ig, amikor az édesapjának a betegségéről, aztán később a halál hírét megkapva visszatér Harába, de hogy érzékeltessem, Hakuin úgy számol be, hogy 18 nagyobb és számos kisebb megvilágosodás élménye volt. Alig 32 éves, amikor a kiotói Myoshinji-be, a Rinzai-nak ma egyébként a központi templomában, vagy kolostorában megkapja az első szerzetesi rangot, viszont nem élvezi a kiotói nyüzsgést, és ezért visszatér Harába, a Shōinji-be, és ott is marad haláláig. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyjából egy 35 éves korától kezdve haláláig, 84 éves koráig itt tanít, és az egész életét a falusiak jólétére és a szerzetesek tanítására fordítja. És mint említettem, a 60 éves korától tudjuk, hogy újra az ecsethez nyúl, és kaligráfiákat és tusképeket kezd el készíteni, ami egyrésztről nagyon jól mutatja azt a fajta zen tanítást, amiről szintén az első alkalommal a zen történetében beszéltem, ez a szavakon túli átadásnak az ereje. És ezeken a képeken jelennek meg aztán nagyon erőteljesen az ő tanításai, azok a kritikái is, amit ugye az álzen vagy helytelen zen művelőknek tartogat, a csípős megjegyzései is. Igazából azokra az emberekre érti ezt, és azt kritizálja, amikor úgy beszél valaki a zenről, hogy valójában nem értett, tökéletesen nem értette meg, és így tanítja a zen. Illetve úgy tetteti pusztán a megvilágosodást, de soha nem érte el. És ezt nagyon megveti. És olyan hasonlattal él, és aztán ezt aztán képekbe is önti, hogy ezek az emberek, akik tettetik ezt az egész zen megértést, ezek
pusztán műveletlen, faragatlan, és még fontosabb, vak fickó. És van is egy ilyen képe, tulajdonképpen nem is egy, hanem többször megfestette, a vakemberek a hídon, és a szövegben le is írja, hogy csak a tudat az, ami átjuttathatja az embert a hídon. És ez a fajta tanítása, illetve ez a fajta nyitottsága a képein aztán egyre mélyebb és mélyebbé válik, ahogy telnek az évek, és láthatjuk, ahogy változik abban a 20-25 évben, amíg rengeteg alkotást készített el. Ami nagyon fontos még az ő tanításában, és ezt le is írja az egyik levelében, 1750-ben adja ki egyébként az Orategama című, mondjuk úgy három levélből álló tanítását, vagy könyv, vagy írását. Az egyik, az első levélben Nabeshima nevű daimyónak ír, és ez a levél tulajdonképpen össze is foglalja az ő tanításainak eszenciáját, és ebben is nagyon erőteljesen megjelenik, hogy a csendes meditációval szemben a megvilágosodás eléréséhez a zen a napi tevékenységbe való behelyezéssel hangsúlyozza. Tehát azt egész életében nem fárad bele Hakuin arról beszélni, hogy a passzív meditáció, illetve a passzív gyakorlással szemben az aktív meditáció egy sokkal erőteljesebb. A hétköznapi életbe beemelt zen gyakorlás egy sokkal fontosabb és sokkal mélyebb gyakorlás, mintha passzívan csak úgymond az ember. Azt mondja a Nabeshimának, hogy tedd a nyergedet az ülőpárnáddá, hogy tedd a hegyeket, a folyókat, a mezőket az ülő emelvényeddé. Az egész univerzum legyen a gyakorlásodnak a terme. Tehát, és ezt a fajta gyakorlást, azt, hogy tulajdonképpen amikor a koan tanításról beszél, mert annak ellenére, hogy ugye tanítja ezt a fajta meditációt, ezt a befelé forduló meditációt, ugyanúgy fontosnak tartja a koan gyakorlást, sőt, egyébként újra rendszerez rengeteg koant a tanítványainak, a kínai eredeti koanokat, és ő az, aki aztán egy 5 lépcsőből álló koan rendszert, tanítási rendszert is összeállít, és ez a mai napig használatos egyébként a Rinzai vonalon. Tehát mindezt tanítja, de mindezt úgy tanítja, hogy a koan gyakorlást is azt a hétköznapokba beemelve, a hétköznapi cselekvések közben, ha ülünk, ha állunk, ha sétálunk, ha eszünk, ezt mindig folyamatosan magunknál vagy magunkkal tartva gyakoroljunk a koannal, és nyilvánvalóan ugye az ő megvilágosodásában a mukoan nagyon erőteljes szerepet játszott, és használja is ezt a mukoan, nagyon különös figyelmet fordít a mukoan tanulmányozására, viszont az élete vége felé közeledve egy saját koant alkot, és aztán ezt a koant fogja használni. A koan úgy hangzik, hogy milyen a hangja egy tenyérnek, ha csattan. Úgy magyarázza először ezt a koant, vagy az első magyarázat, ami megjelenik 1751-ben tőle, az úgy szól, hogy ugye Kannon Bodhisattva nagyon fontos alapja a zen buddhizmusnak is. Kannon Bodhisattva meghallja a szenvedők segélykiáltásait, és a hallás útján, úgymond, egy ilyen hangkontempláció útján kapcsolódik a szenvedő lényekhez, és menti meg őket. És azt mondja Hakuin, hogy az egy tenyér csattan, vagy az egy tenyér hangja alatt ő ezt a fajta hangkontemplációt érti. Később aztán tovább magyarázza, hogy ő úgy gondolja, hogy bármilyen korábbi gyakorlattal szemben a most már inkább erőteljesebben ezt az egy tenyér hangját teszi fel feladatként a tanítványainak, mert úgy érzi, ezzel sokkal jobban, sokkal hatékonyabban tud tanítani, mint előtte bármivel, amit használ. És mindig azt mondja el, levélben többször részletezi, hogy
Képzeljük el, hogy amikor összeütjük a tenyerünket, hang keletkezik. De mi történik akkor, amikor felemeljük egy kezünket? Mert az a hang, amit az egy tenyér hangja, az nem, a fülünkkel nem lesz hallható. Viszont, hogyha képesek leszünk az egy tenyér hangját hallani, akkor képesek leszünk mindent hallani. Képesek leszünk a hat létbirodalomnak az összes hangját hallani, az egész kakofóniát, képesek leszünk látni az összes világot, és a Buddha földektől kezdve a hat létbirodalomon át mindent. Tehát egy olyan fajta áttörést leszünk képesek elérni az egy tenyér hangjával, amire úgy érezte, hogy talán ilyen hatékonyan semmi más nem lesz. Tulajdonképpen a mindenre kiterjedtek a tanításai, de amit érdemes, vagy amit szeretnék még elmondani, ez a koan gyakorlással kapcsolatos. A koanok nagyon fontos részei az Rinzai Zennek és a Rinzai Zen gyakorlásnak. Az első alkalommal, amikor beszéltem a Zen történetéről, akkor én is használtam azt a mondjuk úgy elterjedt különbségtételt, hogy a szótó, illetve a Rinzai Zen közötti különbséget az adja meg, hogy a szótó a csakulést, a sikantazát hangsúlyozza, míg a Rinzai a koan gyakorlásra helyezi a hangsúlyt. Valójában ez így nem 100%-osan igaz. Az első időszakban a szótó ugyanúgy használta a koanokat a gyakorlás részeként, viszont másfajta módszerrel használta. A 13.-14. században élt Keizan Jokin. Ő volt az egyik olyan, aki viszont mindenáron igyekezett a szótó irányból kivenni ezt a fajta koan gyakorlást, és kiírtani a gyökeréig. Nem ő volt az egyetlen mester, aki ezt szerette volna eltávolítani a gyakorlásból, de egészen a 16. századig teljesen élő és folyamatosan jelenlévő volt a koan gyakorlás a szótó vonalon is. Hogy mik is a koanok? A koan szó maga, az, ha szó szerint nézzük, akkor egy jogi esetet, vagy nyilvános hivatalos ügyet jelent. Ez arra vonatkozik, hogy tulajdonképpen a koan maga egy olyan történet, amit precedensként tekinthetünk. Tehát ilyen formán a koan egyfajta metaforaként tekinthető, ami leír egy olyan esetet, ami ugyan egy személy magánvéleménye, de túlmutat a személy magánvéleményén, túlmutat, rámutat a valóságra. Ezek a történetek rendkívül, vagy nagyon gyakran paradoxonok, a sejtelmesek és a racionális gondolkodással tulajdonképpen nem megfoghatóak, és pontosan ezért segítik a gyakorlót. Eredetileg a koanok azok a Tang dinasztia mester és tanítványok, illetve a mesterek és egyéb beszélgető partnerek között lezajlott párbeszédeket rögzítő történetekhez vezethető vissza. Ezeket a párbeszédeket lejegyezték, gyakran kommentárokkal is ellátták, és aztán a tanításokban a buddhizmus mélyebb megértéséhez használták segítségként. A koanok ilyen erre vezethetők vissza, és nagyjából a 10-11. Században kezdenek el erőteljesen elterjedni, és úgy, hogy aztán már nem is feltétlenül az egész koan lesz, amire koncentrálnak, vagy a mester, amikor feladja a koant a tanítványnak, már nem feltétlenül az egész koanra kéri a koncentrálást, hanem a koannak egyetlen egy részére, mint a mu koan esetében a mu-ra való koncentrációt várja el a mester. És a koanok esetében fontos megjegyezni, hogy nem olyanok, tehát nem olyanok, mint általában a buddhista tanítások, sőt, sok esetben szembe mennek a buddhista tanításokkal, mint maga a mu koan is, hanem sokkal inkább a zennek ahhoz a fajta erejéhez tartoznak, vagy ahhoz a fajta tanítási módszeréhez tartoznak, amely mint a legelején említettem, ez a tudatnak
a megszokott működésének a feltörésére irányuló gesztus. És nyilván a koanok egyébként, amikor a nyugati társadalomban vagy a nyugaton elkezdtek elterjedni és ismerté válni, akkor az emberek számára nagyon különlegessé és érdekessé váltak, és ilyen rejtvényszerűen kezdték el felfogni a nyugatiak. Viszont nagyon fontos, hogy ezek nem rejtvények. Ez mindig egy koan, az mindig a mester és a tanítvány közötti interakcióból jön létre. A négy szem közt, amikor a mester és a tanítvány találkozik, akkor a mester felad egy koant a tanítványnak, amelyre a tanítványnak válaszolnia kell. Ez a válasz nagyon-nagyon sokféle lehet, és nincsen helytelen válasz. Mert minden válasz a tanítványnak, a tudatának felmutatásáról szól, és a mester tulajdonképpen ezt figyeli, hogy a tanítvány hova tudott jutni a koan segítségével a tudatával való munkálkodásban. Ez egy napi gyakorlat a mai napig a Rinzai vonalon egyébként, és ez a napi gyakorlat ez azt jelenti, hogy minden nap találkozik a mester a tanítvánnyal, vagy a tanítvány a mesterével, és minden alkalommal ezzel a koannal dolgoznak, egész addig, amíg át nem tör, úgymond a koanon a tanítvány, de akkor kap egy újabb koan feladatként, és aztán azzal dolgozik tovább. Lehet úgy is felfogni a koant, hogy a koan segítségével megismerjük saját magunkat, vagy a koan abban segít, hogy a problémákat megoldjuk. A koan rávezet minket a helyes útra, illetve segít, hogy ne térjünk le a gyakorlás útjáról, hogy megfelelően tudjunk reagálni a helyzetekre, de a koan ennél is sokkal több. Mert ha úgy ragadunk meg egy koant, mint a saját élő problémánkat, akkor az már egy egyenesebb út lesz. A D.T. Suzuki is említi a koanok kapcsán, hogy tulajdonképpen a koan az egy nagy kételj, egy kérdés, ami felmerül bennünk, és Buddhának is, ha bár nem így szokás róla beszélni, volt a saját koanja. A mit évő legyek? Minden szenvedés, felismeri a szenvedést Buddha, és mit évő legyek? Hogyan szabaduljak meg a szenvedéstől? És Buddhának ez a koanja. Jeff Shore, amikor Jeff Shore zenmester, amikor a koanokról tanított, ő azt mondta, hogy a koan az a szavak, azok tulajdonképpen szavakba öntött együttérző kihívások, amelynek segítségével a mester segíti a tanítványát, hogy behatoljon a probléma legmélyébe, és ezáltal felébredjen. Van egy nagyon érdekes írása John Tarant zenmesternek, aki a Pacific Zen Institute-nak az igazgatója, és egyébként koan kutató, és ő leírja, hogy hogyan is lehet a koanokkal gyakorolni. Akár mondhatjuk azt is némi túlzással, hogy bármilyen koannal, ami megérint minket. Úgy tartja, hogy egy koan az tulajdonképpen egy rövid gyógyító történet, egy párbeszéd, egy kép, egy dalnak a részlete, és társunká szegődhet az életünk minden pillanatában. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy egyszerűen csak létezzünk együtt a koannal, mert fel fogja valami olyasmire hívni a figyelmünket, ami talán mindig is ott volt, és ugye itt nyilván a Buddha természetre, gondol, de úgy fogjunk hozzá a koanhoz, hogy először is ne igyekezzünk túlságosan. Csak ismételjük el magunkba párszor a koan, és tegyük a dolgunkat. Tegyük úgy a dolgunkat, ahogy csinálnánk egyébként is, csak engedjük, hogy a koan finoman behatoljon az életünkbe, és kezdje el átitatni a mindennapjainkat. Bízunk az ismeretlenbe, bízunk abban, hogy azzal, hogy beengedjük a szívünkbe, a testünkbe a koan, akkor az majd szépen elkezd majd magától dolgozni, hagyjuk, hogy megváltoztasson minket. Nyugodtan kísérletezzünk a koannal. Kérdezzünk rá a koan egy részletére, vagy
vagy tagadjuk le, kövessünk el hibákat, nem lehet elrontani a koan, csak csináljunk valamit. Mert a koan az szép lassan, anélkül, hogy erőlködnénk, a barátunkká kezd válni, és mindenhol kezdjük észrevenni. A mú esetében mindenhol észre kezdjük venni ezt a múlt. Vagy észre kezdjük venni azt, hogy a buddha természet hogy is jelenik meg a világban. És kihangsúlyozza, hogy semmilyen különleges tudatállapotra nincsen szükség. Mert azt mondja, hogy a meditáció még azelőtt történik, hogy bármiféle tudatállapot rögzülne. És ez nagyon-nagyon fontos. Mert a koan gyakorlás pontosan arra igyekszik rámutatni, hogy minden, amit a racionális gondolkodásunkkal igyekszünk megfejteni, az mindig csak ugyanúgy a racionális gondolkodásban fog minket benne tartani. És ugye a Sung San Zen mester volt, aki mindig azt mondta, hogy a nem tudom tudat az, amit meg kell tartani. Ez a nem tudom tudat, ahova tulajdonképpen a koan segít eljutni, vagy eljuttat minket, amikor, és ez a nem tudom tudat nem úgy nem tudom tudat, hogy semmit sem tudok, és ostoba vagyok, és képtelen vagyok bármire, hanem ez az a pont, amikor a gondolkodás elér egy olyan helyre, ahol már nem tud tovább lépni, és tulajdonképpen egy intuitív, a pillanatra folyamatosan reagáló, egy tisztább tudatállapot tud létrejönni a segítségével. És azt, hogy ezt az egész koan gyakorlást hogyan végezték, ez nagyon érdekes. Ugye a 10. században elkezdődik, rögzítésre kerülnek már az első koanok, és aztán megjelennek a koan gyűjtemények Kínában, saját koan gyűjtemények jelennek meg egyébként aztán Japánban is, és kialakul egy koan rendszer. Egy, mondhatjuk úgy, hogy koan tanterv. És ez a különféle irányzatokban picit különböznek, a lényeg az ugyanaz lesz, végig mennek valamilyen koanokon egymás után. Ugye említettem, hogy Hakuin egy ilyen öt lépcsős koan rendszer talált ki, vagy rögzített a tanítványai számára, és ez úgy néz ki, hogy van az első szint, ez Hoshin, vagyis a dharmatest koanok. Ezek azok a koanok, amik tulajdonképpen egy ilyen belépők az ilyen külső kapuján. Amikor bepillantást kapunk az ürességbe, vagy az üresség természetébe, ahogyan ugye a buddhizmusban, és hát az a máján a buddhizmusban egy központi tanítás, ugye az üresség, bepillantást kapunk ebbe az ürességbe, megtörténik az első áttörés, és tulajdonképpen ezzel belépünk a gyakorlásba. Ez a munkóan például. A Hakuin után ugye az egy tenyér hangja. Ez az első koanok egyike. Aztán a következő szint, a kikán, vagy mondjuk úgy zen cselekvés, egy csalóka korlát, ez a szint olyan koanokat tartalmaz, amely koanok segítik, hogy az első áttörés, ami még mondjuk úgy egyfajta ilyen kicsit filozófiai szinten van, ez átültetődjön a gyakorlásba és a gyakorlatba. Tehát meg tudjon jelenni a mindennapjainkban. Ide tartoznak egyébként olyan kérdések is, hogy ki vagyok én, honnan jövök, hova megyek. Tehát nem feltétlenül csak koanok, de mondjuk például van az a koan, amikor egy szerzetes megkérdezte Jósutól, miért jött ide nyugatról Burkidalma. Jósu így válaszolt, a ciklus fa az udvaron. Például ez a koan is egy ilyen kikán koan. A következő szint a gonszen, ami már egy ilyen szóvizsgálat, szómagyarázat, a régi mestereknek a szavainak a vizsgálata, és egy olyan érdekes szint, hogy tulajdonképpen itt azokat a dolgokat, amiket eddig ilyen intuitív módon igyekeztünk megragadni, megtanuljuk szavakkal megragadni, anélkül, hogy a szavakhoz ragaszkodnánk. Tehát megtanuljuk, elsajátítjuk a verbális kifejezését a koanoknak. A következő szinten ott
az a Hachinanto vagy Nanto szint, ami tulajdonképpen egy ilyen a nehezen átható koanok szintje. Itt többféle magyarázat van arra, hogy itt ebbe a csoportba egyrészt milyen koanok mi az a 8 koan, ami ide tartozott, illetve pontosan hogyan is csoportosították. Az biztos, hogy ugye, ahogy Hakuinnal is megtörténik, hogy átéli a megvilágosodást, megtörténik az áttörés, ami tulajdonképpen egy másik egót hoz létre. Megjelenik ugye egy ilyen büszkeség, önteltség, ami megvilágosodás, hogy én megvilágosodtam, és egy olyan én jön létre, amely erről szól. Ez a Hachinanto szint, ezek a koanok, ezek egy újabb nagy kétséget igyekeznek létrehozni, egy újabb nagy kétséget tesznek a gyakorlóba, ami szétzúzza azt az ént is, amit maga a megvilágosodás a szapori hozott létre. És akkor van egy utolsó csoport, ez a 5 rang és 10 megfontolt szabálykoanok. Nem is nagyon foglalkoznak ezzel, nagyon egy kicsit sejtelmes ez a csoport. Ráadásul más csoportosítások szerint másfajta koanok is tartoztak, illetve másfajta csoportok is vannak ebbe a fajta csoportosításba. De ami sokkal-sokkal fontosabb, hogy a koanok kétfajta dolgot igyekeznek. Egyrészt eljuttatni a gyakorlót arra a szintre, hogy át tudjon törni azokon a hétköznapi, mondhatjuk úgy is, hogy folyamatosan karmikusan megjelenő és rutinból végzett cselekvéseken és gondolatokon, amelyek tulajdonképpen hatalmukba tartják, és amik a szenvedéseket okozzák. Másrészt viszont aztán azon segítenek áttörni, hogy amikor már az első áttörés megtörtént, az akkor létrejövő újabb éntől sikerüljön megszabadulnia az embernek. Tehát igazából a zen gyakorlásban azzal szemben, amit mondjuk sok esetben látunk a buddhizmusban, hogy ugye a gyakorlásnak a célja a megvilágosodás. Ezzel szemben, és nagyon sok zenmester azt mondja, hogy a megvilágosodás a gyakorlás kezdete. És az igazi gyakorlás a megvilágosodás után történik. És ugye Hakuin is, nem ő az egyetlen egyébként, tehát más zenmester is beszámol arról, hogy számtalan nagyobb megvilágosodása és számtalan kisebb megvilágosodása volt az élete folyamán. Hakuin saját maga is azt mondja, hogy tulajdonképpen így a 60-as évei környékére, 50-es, 60-as évei környékére éri el azt a szintet, amikor már folyamatosan fent tudja tartani ezt a tudatállapotot, és a gyakorlást akkor sem hagyja abba. Úgy tartják egyébként, hogy ő rendkívül szigorú mester volt, viszont nagyon mély együttérzéssel és rengeteg bátorítást adott ugye a tanítványainak, és mint említettem, nem csak azoknak, akik zen tanítványok voltak, hanem bármilyen buddhista iskolából érkezőknek, vagy akár sintó hívőknek, vagy konfuciánus, vagy más hívőknek. Említettem ezt a három levélből álló Orategama címet viselő művét. Abba a második levélben egy beteg szerzetesnek ír, amelyben ugye leírja a Hakuinak a számára tanított gyakorlását, de mellette leírja azt is, hogy még a legsúlyosabb betegség idején is nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan fent legyen tartva a gyakorlás és a meditáció. És a harmadik levelet viszont egy Nichiren szerzetes nőnek írja, aki azt kérdezte tőle, hogy értendő az, hogy a Lotus Sutra nincsen a tudaton kívül, és hogy a mire gondol az alatt a Hakuin, és neki magyarázza azt el hosszasan, hogy tulajdonképpen a gyakorlásban mindennek a mélyére kell hatolni. És ez azért érdekes,
mert ebben az írásában nagyon jól láthatjuk azt is, hogy hogyan áll ő a, mondjuk úgy a más hitűekhez, ahogy a, ugye egy Nichiren szerzetesnőhöz. A Nichiren ugye az, akik a Namunmyoho Rengekyo recitációja a gyakorlásoknak a központjában lévő gyakorlás, és ugye a Lotus Sutra a szintén, ami a gyakorlások központjában van. És maga, neki írja le Hakuin egyébként azt, hogy amikor ő kisgyermek volt, és ugye a poklok tüzétől rettegett, akkor, akkor pont a Lotus Sutrának az egyik fejezetét, ami a Kannon Sutra, azt recitálta, és a nagy együttérzés Dánonit recitálta, és ezzel próbálta saját magát ugye a félelemből és a rettegésből kiemelni. Tulajdonképpen az ő tanítványai, mert hogy hála Istennek több komoly tanítványa is volt, aki továbbítta az ő tanításait, sajnos már nem tudják megismételni Hakuinnak azt a fajta mélységét és azt a fajta univerzalitását, ahogy ő tanít. Egy picit megkövesedik aztán a zennek a Rinzai Zen vonal is, viszont talán érthető ebből, de ha több időnk lenne, nyilván részletesebben is tudnánk róla beszélni, hogy miért is van az, hogy a Rinzai Zen vonal az igazából a Hakuint a második alapítójának is tartja. Tehát ugye azt említettem már a zen története során, vagy a zen történet előadásban, hogy ugye amikor a 6. században Daruma, Bodhidharma Kínába érkezik, és ott tulajdonképpen egy picit újfajta, egy picit másfajta az akkori túlzott szertartásokat letisztító, lecsupaszító, sokkal inkább a gyakorlást és a gyakorlásra egyhegyűen, egy irányba való koncentrációra a figyelmet fektető zen kialakul, ez egy nagyon nagy változás volt a kínai buddhizmus történetében, és ez aztán az évszázadok folyamán egy kicsit megkövesedik, egy picikét a szabályok, túlzottan a szabályokban, szabályok keretei közt kezd élni, és aztán a Hakuin az, aki ezt a hihetetlen életerőt képes beletölteni. Úgyhogy ezért szerettem volna mindenképpen, hogy ő róla essen szó, az ő alapjáról, és tulajdonképpen ezeket szerettem volna elmondani, és adnék egy koant, ami talán, talán érdekes lehet az egytenyér hangján kívül. A koan úgy szól, hogy egy alkalommal egy szerzetes megkérdezte Unmon mestert, hogy mit jelent ülni és szemlélni a valóságot. Unmon mester pedig így felel: a folyóban elveszett érmét a folyóban találod meg. Ezt a koant idézi John Tarant zenmester. Ezt a koant szeretném nektek adni búcsúzóul, és nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket is, és köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és itt voltatok velem. Meghallgattátok ezt az előadást, és egyben engedjétek meg, hogy mielőtt elbúcsúznánk, egy kérdést tegyek fel nektek.